Az óvoda nagy múlttal rendelkezik, hiszen Dávid Tíme, a Parhant polgármestere is ide járt. Ő maga ismertette a benyújtott pályázat és az elvégzett munka részleteit. A fejlesztéseknek köszönhetően az intézmény jóval gazdaságosabban tud majd működni. A mai napon egy közös munka sikerét ünnepelhetjük a Parhanton, mert az Aparhanti Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Parhant Község Önkormányzata közösen újította fel az óvoda épületét. Napelem került rá, illetve két csoporttal működik az óvodánk, és a csoportszobákban egy-egy hűtő-fűtő klíma került beszerzésre. A Német Nemzetiségi Önkormányzata Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-hez benyújtott pályázatán nyert el 3 millió forintot, úgyhogy ennek a pályázatnak köszönhetően valósult meg a napelem elhelyezése, és a többihez pedig önkormányzati önerővel járult hozzá az önkormányzat. Nyilván ugye a rezsiköltségek eléggé megugrottak az utóbbi években, úgyhogy azért is örülünk ennek az energetikai fejlesztésnek, mert így akár a hűtő-fűtő klímákkal a téli időszakban rá tudunk segíteni a gázfűtésre, úgyhogy bízunk benne, hogy etére megtakarítást tudunk elérni, amit az óvoda más területén tudjuk hasznosítani. Jelenleg 30 fős az óvodánk, 5 dolgozó jár ide egyébként, és két csoporttal működik az óvoda, Aparhantról, Nagymányokról és Nagyvejkéről is járnak ide gyerekek. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangoztatta a projekt fontosságát, hiszen a magyar gyermekek oktatása az eljövendő idő kulcsa. Rájuk tudjuk építeni a jövőnket, és hogyha az ő nevelésüket, az ő oktatásukat támogatjuk, akkor gyakorlatilag ezzel a jövőben vetett hitünket erősítjük meg, egy olyan fejlesztést támogatunk, amivel a jövőt is tudjuk támogatni. 5-en foglalkoznak itt a gyerekekkel, és igazából az intézménynek a fenntartása, bár önkormányzati, de azért a német nemzetiségi, vagy német önkormányzat is kiveszi ebből a részét, hiszen támogatta például ezt a pályázatot is. A megvalósulás, hogyha jól látom, összesen 5,5 millió forint volt. De hogyha az egész ciklust végignézzük, az 5 éves önkormányzati ciklust, csak a Magyar Falu programnak keretében az elnyert összegek 109.304.688 forint. A napelemeket egy szalagvágás keretében adták át. A rendezvény végén az óvodát is megtekintették a vendégek. A tapasztalatok alapján egy modern és gyermekbarát épületben folyhat tovább a kicsik nevelése a jövőben.